Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez már itt a pénteki háttér. Mai magazinunkban láthatják dr. Pusztai Dezső, a kórház főigazgatójának sajtótájékoztatóját teljes terjedelmében, amelyben részletesen is elmondja majd, hogy mire fordítja a kórház a 4 pályázaton nyert összesen 288 millió forintot. Előtte azonban itt a stúdióban köszöntök egy pedagógust, méghozzá egy kiváló, elismert pedagógust, Kött Karolina Gabriella angol szakos nyelvtanárt, az Ungvári László kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola pedagógusát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Méghozzá abból az alkalomból, amit már kedves nézőink megszokhattak az elmúlt napokban is, hogy vendégül látjuk itt azokat, akik tavaly novemberben átvehették az év tanárai elismerést, és tanárlő lett az év idegen nyelv tanára középiskolai kategóriában. Gratulálok a díjhoz! Köszönöm szépen! Elsőként kezdjük ezzel. És hát egy picit régebben volt már ugye a díjátvétel, de gondolom azért még élénken él az emlékezetében, hogy milyen volt az a pillanat, amikor megtudta, hogy díjazott. Hát ez egy nagyon jó eső dolog volt, és hát köszönöm szépen, hogy rám esett a választás. Hogyan tudta meg tanárnő ezt? Hogyan működik? Mi ennek a folyamata? Hát a mi iskolánkban úgy működik, hogy igazgató úr behívott az igazgatói irodába, és az igazgató helyettesek jelenlétében tájékoztatott erről az örömteri eseményről. Egy ilyen nemes díj kapcsán az embernek egy picit nyilván eszébe jutnak a kezdetek, hogy hogyan kezdte a pályáját, és hát beszéljünk arról egyáltalán, hogy miért lett pedagógus, miért választotta ezt a pályát. Én 1992 óta tanítok a Kunszent Miklósi Református gimnáziumban, kezdtem az angol nyelvnek a tanítását, és utána több munkahelyem is volt Cegléden, Szombathelyen, majd ismételten Cegléden, és 1999-ben kerültem az Ungvári László szakközépiskolába. Akkor bővítették az iskolát, mármint a képzését bővítették, és szükségük volt nyelvtanárra. Hát elsősorban a szakiskolai tanulóknak az oktatására vettek föl. Azért ez elég, bocsánat, hogy a szavában vagyok, ez elég speciális helyzet, mert ugye az iskolában nagy részt hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak nagy részt, és azért velük egészen másképpen kell foglalkozni. Amikor oda kerültem, akkor elkezdték a vizsgakövetelményeket is változtatni, és a szakmai tanárokkal együtt dolgozva törekedtünk arra, hogy a lehető legjobb eredménnyel tudják a tanulók az idegen nyelvet is elsajátítani. Abban az évben vezették be a szakmai idegen nyelvet, tehát ez egy új dolog volt, és nem volt még kialakított tankönyv, nem volt igazán kialakított koncepció, hogy hogy is kellene ezt csinálni, mit is kellene igazában tanítani. És hát amint azt említettem, így a szakmai tanárokkal összefogva igyekeztünk ezt a tartalmat megtalálni és megalkotni, és hát sikeresen levizsgáztatni a vendéglátás területén tanuló tanulóinkat, illetőleg az eladókat is. Nyilván, hogyha van olyan szegmense az oktatásnak, ahol nagyon-nagyon fontos az idegen nyelv ismerete, akkor az a kereskedelem és a vendéglátás, mert ezzel hatalmas kapuk nyílhatnak meg a diákok előtt külföldi munkavállalásra is, gondolok itt. Tanárnő hogyan tapasztalja, mennyire használják a diákok az iskola elvégzése után, az elballagás után a nyelvet, mennyire vállalnak külföldön munkát, és az angol mennyire része a mindennapjaiknak? Én úgy gondolom, hogy elég sok diákunk kerül ki külföldre. Akkor, amikor még hozzánk járnak, nem biztos, hogy érzik annak a lehetőségét, hogy külföldre menjenek. Természetesen azokban az években, amikor lehetőségünk van arra, hogy külföldre vigyük a tanulókat, akkor egy kicsit lelkesebben tanulják az idegen nyelvet, nagyobb távlatokat látnak, de azért az idegen nyelv tanulásának mindig megvannak a hétköznapi izzadmányos és izzadságos napjai, és ezekben az időszakokban nem annyira lelkesen tanulják, de azért a szakmai gyakorlatuk nagyon sokat lendítenek a tanulókon.
A tanórákon kívül, ha már említette, hogy külföldre is tudnak a diákok menni, vagy néha el tudják őket vinni, milyen olyan lehetőségeik vannak a diákoknak, ahol az angol nyelvet tudják gyakorolni? És hát ott változott az elmúlt években? A tanítási órákon kívül a gyerekek nagyon lelkesen használják az idegen nyelvet, hát hiszen az interneten nagyon sok mindent megnéznek angolul, nagyon sok szót felszednek az internetről szerencsére. Hát azon kívül pedig vannak olyan diákjaink, akik ügyes kommunikátorok, és hát a világ minden tájáról találnak beszélgető partnert, és ha helytelen nyelvhasználattal is, de szóval céljukat elérve tudnak kommunikálni idegen nyelven. Tehát elég sokat használják ők tanítási órán kívül. A beszélgetésünk elején említettem, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel picit másképpen kell foglalkozni, természetesen arra vonatkozott a kérdésem, hogy több lehetőséget kell még az átlagosnál is adni nekik arra, hogy tanulhassák és gyakorolhassák az angol nyelvet. Van-e az elkövetkező időszakban olyan kilátás, hogy talán még több órán, vagy még több programon keresztül gyakorolhassák a nyelvet? Hát ezt úgy a hátrányos helyzetű gyerekek, illetőleg a kicsit gyengébben idegen nyelvet elsajátító gyerekeket úgy igyekszünk fölkészíteni a vizsgákra, és hát belevezetni az angol, vagy hát a német nyelvnek a tanulásába, hogy számon tartjuk, hogy mi mindent tanultak meg, tehát ez külön jegyzetel, legalábbis én, de szerintem a kollégáim is, külön jegyzeteljük, hogy milyen tételből, milyen témából feleltek le, és a szertár ajtó mindig nyitva áll előttük. A szabad órák, a lyukas órák mindig lehetőséget biztosítanak arra a számukra, hogy újra és újra bejöjjenek, akár gyakorlás céljára, akár felelés céljára, és hát elkerüljük a bukást, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Még azt azért megemlíteném, hogy a szakmunkás vizsga követelményei nagyon magasak lettek, hát 50%-os tudást kell nekik produkálni, és ezt nagyon nehéz elérni egy olyan diáknak, aki a mi iskolánkba mondjuk 13%-os tudással kerül be. És hát van egy elég hosszú időszak, ameddig ez a százalék nehezen mozdul, vagy ha mozdul is, még mindig az elégtelen tartományban van. Tehát nagyon sok biztatása van szüksége ezeknek a diákoknak, hogy az 50%-ra fel tudjanak nőni. Mert a vizsgán bizony ez nagyon komoly követelmény, nem lehet kevesebb tudással átengedni. És hát ezért van az, hogy nagyon sok lehetőséget adunk újra és újra. Tehát ha nem mondott fel egy szöveget rendesen, akkor fölmondhatja másodszor, harmadszor, vagy akár tizedszer is. Talán nagyon kíváncsi lennék, hogy a minimum teljesítés után azért egy igazi sikertörténetek is vannak-e az iskolában. Vannak olyan diákok, akik mondjuk az angolt továbbfejlesztik, még az iskola után is, és aztán egy nagyon komoly beosztásba helyezkednek el? Természetesen vannak sikertörténetek. Hát minden évben vannak olyan diákok a szakmunkások között, akik bizony nagyon jó idegen nyelvtudással kerülnek az iskolánkba, köszönhetően az általános iskolák jó munkájának, meg hát a saját érdeklődésüknek. Ezeket a diákokat, ha lehet kiemelni, általában a matematika egy visszahúzó erő. Tehát ha valaki matematikából nem tud kellően teljesíteni, őt nem tudjuk erősebb osztályba emelni. De volt már rá példa, hogy sikerült, és el is végezte az a tanuló, vagy elvégzik azok a tanulók a szakközepes osztályokat, és hát onnét persze nyitva áll az út a főiskola felé, és egyéb helyek felé is. Ezen kívül hát azt mondhatnám, hogy a szakmunkásaink közül elég sokan jelentkeznek, tehát elég magas százalékban jelentkeznek érettségizni a BEM-iskolába, és hát amennyire én tudom, el is végzik, leérettségiznek, és hát attól kezdve már nekik is hát szélesebb lehetőségek nyílnak a továbbiakra. És hát a pedagógus hivatásnak nyilván a szépség az, hogyha a gyerekek minél több tudást magukba szívnak és hasznosítják is az életben, és az egyik ilyen égköve
ennek a pedagógus hivatásnak, ugye ez az emlék, igen, ez a díj, amelyet szépen meg is mutatok, jaj, csak ki ne essen, Lorák Imre emlékdíj, és akkor beszéljünk is egy picit a díjátadásról. A kollégáim majd a díj után meg fogják mutatni a díjátadás pillanatait is, ha minden igaz. Milyen érzésekkel vette át? Tudom, hogy picit sablonos a kérdés, de azért nem minden nap kap egy pedagógus díjat, tehát nyilván. Hát nem minden nap kapunk egy díjat. Mondom, én nagyon meglepődtem már azon is, hogy jelöltek erre a díjra, mert ugye a szakiskolai munka az nem annyira látványos kategória, tehát a szakiskolában inkább az az eredmény, ha mondjuk 15 tanulóból 15-öt lesz szakmunkás vizsgáztatónk, tehát ott így mérjük az eredményt, és hát ezért mondom, nagyon meglepődtem ezen, hogy ezt a kicsit, hogy mondjam, árnyékban levő hát munkát ilyen magasra értékelték, és ezt még egyszer szeretném megköszönni. Hát most már tudom, hogy a szívében hol helyezkedik el ez a díj, de fizikálisan az hol lesz? Olyan jól látható helyen otthon, hogy mindig emlékeztesse? Igen, el lesz helyezve a vitrínbe, illetőleg már el van helyezve a vitrínbe, hát erre az alkalomra hoztam akkor vissza, természetesen ott lesz a helye. Sajnos mindjárt lejár a műsoridőnk, de még azt azért szeretném megkérdezni, hogy milyen visszajelzéseket kapott a díj kapcsán a diákoktól elsősorban, mert az nagyon-nagyon fontos. Hát sok gratulációt, és én úgy gondolom, hogy ők is szívből örültek ennek. Mint ahogy mi is, és szívből gratulálok önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.